Tavalyi szezonhoz képest egy lépést tett előre az MTK, akkor ugyanis el sem utaztak a nyíregyházi mérkőzésre a fővárosiak, akik ezúttal jókora késéssel érkeztek az új csarnokban első bajnoki meccsét játszó nyíregyháziak otthonába. A mérkőzés a várt presztízs csatát hozta, a szünetben 2 ponttal vezetett a házigazda, a negyedik negyednek 1 pontos vendégelőnél vágtak neki a felek, a végső dudaszó pillanatában pedig 77-74 állt az eredményjelzőn. Mi melegítettünk egy közel 50 percet így, ugye ez bőven elég volt ahhoz, hogy egy álmosan, lassan kezdjük a mérkőzést. Ugye az MTK beesett az utcáról, volt 15 perc arra, hogy bemelegítsen, ők olyan elánnal és lendülettel jöttek be, friss levegő és minden más egyéb, hogy egyszerűen állva hagytak bennünket, tehát csak néztem én is magam 2 oldalt, hogy úristen, mi fog itt történni. Elég hosszú időnek kellett eltenni ahhoz, hogy a lányok észbe kapjanak, nehezen vettük fel ezt a fajta ritmust, amit az ellenfél képviselt. Ugye azt is tudni kell, hogy ennek a csapatnak az nagy része az NB1-es játékosokkal lesz, biztos, hogy más ritmusban dolgoznak ők, mint ahogy mi dolgozunk. Fél időre helyek közel azért helyreállt a kép, aztán a negyedik negyedben megint volt egy kisebb megtorpanásunk, amikor egy 9 pontos előnyhöz jutott az ellenfél, de akkor ott megint rendeztük sorainkat, és a végén az sikerült győzelemmel távoznunk a pályáról. Farkasinszkék vasárnap a szezont 2 vereséggel indító Szolnok otthonában lépnek pályára. A Szolnok azért egy más játék előtt képviselő csapat, amiben utánpótláskorú játékosaik vannak. Ugye eleve úgy megyünk már, hogy visszük a kisebbeket is, akik játszanak egy keletliga nevezetű bajnokságot. Ugye ez hasonlít ahhoz, ami régen az NB2-es bajnokság volt, és egy egyszerre 2 mérkőzésre fogunk leutazni. Ugye a nagyok szurkolhatnak a kicsiknek, a kisebbek szurkolhatnak a nagyobbaknak, és reméljük, hogy ezen a mérkőzésen azért a papírforma fog érvényesülni, és minden gond és probléma nélkül be fogjuk ezt a győzelmet azért hozni a csapatnak. 2 fordulót követően a nyíregyháziak mellett az Elte Beac Újbuda és a Miskolc második csapata 100%-os a keleti csoportban.